Ebben a mai videóban a szelén alkalmazásáról és pozitív élettani hatásairól lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A szelén egy erős antioxidáns hatású nyomelem rengeteg enzim működésében játszik szerepet. Krónikus betegségek során nagy segítséget jelent a mellékhatások csökkentéséhez, a gyulladás csökkentéshez, mindenfajta krónikus gyulladásnál ajánlható a terápia részévé tenni. Tehát például cukorbetegségnél és autoimmun betegségeknél is. A szelén hiány következményei is jelei a terméketlenség, például alacsony spermaszám, a legtöbb szív problémánál is nagy eséllyel alacsony a szelén szint, például szívelégtelenségnél vagy infarktus esetén. A szelén hiány hangulati problémákhoz, szorongáshoz, fáradtsághoz és agyi köthöz is vezethet. Nagy eséllyel hiány alakul ki a szelénből a szervezetünkben, ha romlik a tápanyagok felszívódása a bélrendszerben, tehát ha valamilyen bélrendszeri problémák van, például gyulladásos bélbetegség vagy leromlott bélflóra. A statinok, tehát a koleszterin csökkentők hatására is kiapadhatnak a szelén készleteink, azaz ha a koleszterin csökkentőket szedünk, mindenképpen ajánlható a szelén pótlása étrend kiegészítővel. Először is szükség van a szelénre a testünk mester antioxidánsának termelődéséhez, a glutationhoz, mely például a máj és az agysejtek védelmében játszik fontos szerepet. Ajánlott a pótlása alkohol kapcsolatos májkárosodás esetén és elzsírosodott májnál is. A szelénnel csökkenthetjük a szabad gyökök számát, tehát az oxidatív stresszt, ezért segíthet minden olyan problémánál, ahol sejtkárosodás van, például daganatos betegségeknél. A szelénre szükség van a pajzsmirigy hormonok átalakításánál is, azok az enzimek, amelyek a T4 pajzsmirigy hormont T3-má alakítják át, szelént is használnak, tehát a szelénre szükség van a pajzsmirigy megfelelő működéséhez. Ezért is fontos a pótlás a Hashimoto betegség esetén, csökkenti a TPO-t. Férfiaknak mindenképpen érdemes szelént pótolni a prostata állapotának javításához, meddőség esélyeinek csökkentéséhez és prostata megnagyobbodás esetén is. Ha van elegendő szelén a szervezetünkben, a vírusok kisebb eséllyel tudnak erőre kapni, tehát a vírusos megbetegedések esélyeit is csökkenthetjük a szelén pótlásával. És végül a szelén segíthet az olyan nem kívánatos fémek méregtelenítésében is, mint az arzén vagy a higany. A szelénből ajánlható napi terápiás adag 200 mikrogram, ami súlyos esetben, illetve rövid ideig emelhető napi 400 mikrogrammig is. A legjobb az L-szelenometionin kötésben lévő szelén, ez szívódik fel a legjobban. Ez van az elektronik italporban is, melynek napi adagjával 100 mikrogram szelént vihetünk be. Ha készítményekkel pótolunk szelént, úgy fontos jódot is bevinni vele együtt, mert a szelén és a jód együtt működnek számos folyamatban a szervezetünkben. Tehát nem jó sem a jódot, sem a szelént önmagában, pláne hosszú távon, nagy dózisban külön-külön alkalmazni, együtt kell őket. A szelén az E-vitaminnal szorosan együtt működik a szabad gyökök számának csökkentésében, tehát felerősítik egymás hatásait. A szelént tartalmazó kapszulákat a legideálisabb étkezések közben bevenni. Az ételek közül a legtöbb szelént a paradióban, vagy másik nevén a brazíldióban találunk, viszont a paradióban van valamennyi fitinsav is, ami gátolja bizonyos mértékig a felszívódását, ezért célszerű a paradiót vízbe áztatni éjszakára, hogy átalakuljon benne a fitinsav, és csak másnap fogyasszuk. Sok szelén van még a hal és tengeri ételekben, tonhalban, lazacban, Szardíniában is, de ezekben ugye higany is lehet, amelynek a negatív hatásait viszont a szelén semlegesíteni tudja. Magyarország termőföldjében kevés a szelén, tehát a mindennapi ételeink kevés szelént tartalmaznak, úgyhogy nekünk itt a Kárpát-medencében fokozottan ajánlott gondolni a szelén pótlására is. Ha túl sok szelént viszünk be, az kiürítheti a cink és a jódkészleteinket, illetve hajhulláshoz és dermatitiszhez vezethet. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a szelénről, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így az algoritmus látja, hogy jó ez a videó, és másoknak is fel fogja ajánlani megtekintésre. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.